mágnesesség, elektromosság, Albert Einstein elméletei, ezek mind olyan dolgok, amelyek nélkülözhetetlenek lesznek akkor, amikor az érettségizők a külső független értékelésekre mennek. Többek között erről fog nekünk ma Makó Pál beszélni, aki egy válogatott feladatsort fog nekünk bemutatni fizika témakörben. Kezdjünk is neki! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a közönséget! Most pedig ismerkedjünk meg egy válogatott feladatsorral, ami a 2007-2017-es évek feladatsoraiból raktunk össze. Álló helyzetből a biciklista az A egyenlő 1 méter per négyzetszekundum gyorsulással kezdett mozogni, és V egyenlő 18 km per óra sebességre tett szert. A következő kérdésekre kell választ adnunk. Mennyi időre volt szüksége másodpercben, hogy a biciklista ezt a sebességet elérje? Aztán mennyi utat tett meg az alatt az idő alatt, ezt is méterben kell ugye megadnunk. Felírjuk ugye az adatokat, mivel álló helyzetből indult a biciklista, ezért a sebességét ugye nullának vesszük, a gyorsulás a szirencszerben van megadva, ezt nem változtatjuk át. A sebességét, a 18 km per órát, azt ugye át kell alakítani méter per szekundumban. Tehát többféle variációk vannak, a legegyszerűbb, hogyha megszorozzuk ugye 1000-re, és elosszuk ugye 3600-ra, és megkapjuk az 5-öt. Mivel gyorsulásról beszélünk, ezért nem szabad elfelejtkeznünk, hogy a gyorsulás az a sebesség és az időnek a hányada. Pontosabban, ha sebességet szeretnénk kifejezni, akkor a gyorsulást meg kell szoroznunk az időre. Ebből kifejezzük az időt, tehát T egyenlő V per A egyenlő 5-tel, vagyis megkapjuk az első végeredményünket, hogy 5 másodperc. És a gyorsulás során ugye az elmozdulása, az pedig avval a képlettel határozható meg, hogy az S elmozdulás egyenlő V négyzet törve kétszeres A gyorsulás hányadával, és ha beletesítsük az adatokat, megkapjuk a 12.5-ös értékünket. Tehát a helyes válasz az 5 és a 12.5-ös érték. Elérkeztünk a 30-as feladatunkhoz, ez egy elektromosság feladat, ami úgy hangzik, az ábrán egy elektromos áramkör látható, ami egy áramforrásból, kapcsolóból, tolóellenállásból, voltmérőből és egy ampermérőből áll. Amikor zárták az áramkört, a mérőműszerek állásai az egyes ábrán leolvashatóak. Lásd itt az egyes ábra. Aztán, amikor a tolóellenállás értékét megváltoztatták, a mérőműszerek értékei a kettes ábrán újból leolvashatóak lettek. A következő dolgokat kell ugye meghatároznunk. A belső ellenállását az áramforrásnak, ugye ohmban kérik, aztán az áramforrás elektromotoros erejét, ezt is voltban kérik. Ahhoz, hogy megoldjuk ezt a feladatunkat, tehát írjuk be az adatokat, tehát ugye leolvasható az értéke a voltmérőnek, illetve az ampermérőnek, hogy 3,4, illetve a másik feszültség az 3,2 volt, tehát itt a skálabeosztás ugye két tizedes értékkel növekszik, tehát 3,2, 3,4 és így tovább. Az áramerősség pedig 0,1-es értékkel növekszik, tehát az első esetnél ugye 0,7, a második esetnél pedig ugye 0,9 amper. Nos, meg kell határoznunk a belső ellenállást és az elektromotoros erőt. Ahhoz, hogy megoldjuk ezt a feladatot, ugye vissza kell emlékeznünk Ohm törvényére, a teljes áramkörre, és abból ugye ki tudjuk fejezni az elektromotoros erőt. Tehát az elektromotoros erő lényegében a külső feszültség és a belső feszültségnek az összegét kell, hogy adja. Ugyanezt ugye felírjuk az első esetre, ugyanezt felírjuk a második esetre. És ha már az áramforrás, ugye az nem változtattuk meg, ezért ugye, hogyha az egyik oldalok egyformák, a másik oldalnak is egyformának kell lenni. Tehát látható egy ilyen egyenlet, amiből ugye nem nehéz a belső ellenállás értékét kifejezni, tehát kapunk egy ilyen aránypárt, tehát hogy U1-U2 törve I2-I1-jel, és megkapjuk a végeredményt, márpedig az 1 ohmot. Aztán bármelyik egyenletbe, tehát vagy az első, vagy a másodikba beírhatjuk a belső ellenállás értékét, ugye mivel az hiányzott mind a két egyenletnél. És hogyha behelyettesítjük, megkapjuk a 4,1 voltot. Tehát a helyes végeredmény az 1-es, illetve a 4,1. 31-es feladat.
Két műhold egy bolygó körül kering körpályán. A keringési pálya az elsőnek négyszer kisebb a második műhold keringési pályájától. A feladat a következő. Hányszor nagyobb a gyorsulása az első műholdnak a második műholdéhoz képest, illetve hányszor nagyobb a sebesség az első műholdnak a második műholdéhoz képest. Tehát először a gyorsulást kérdezik, utána pedig a sebességet. Ahhoz, hogy ugye megoldjuk a feladatunkat, felírjuk ugye az összefüggést, hogy az R2 egyenlő a négyszeres R1-jel. Tehát a második körpálya sugara négyszer nagyobb az elsőnél. Aztán feltesszük a kérdéseket, tehát az aránypát, hogy a gyorsulás az elsőnek hogyan változik meg a gyorsulás a másodikéhoz, illetve a sebesség 1 és a sebesség 2-nek milyen az aránya. Ahhoz, hogy ezt a feladatot megoldjuk, ahhoz ugye vissza kell emlékezni Newton második törvényére, ez az F egyenlő M-szer A, tehát mivel a gyorsuló mozgást végez, ezért érvényes rá Newton második törvénye, illetve az általános tömegvonzás törvénye, mert a testre hat ugye a bolygó tömege, tehát a tömegvonzása, ezért az általános tömegvonzás képletét is felírván, hogy G-szer nagy M-szer kisem törve R négyzettel. Aztán látható, hogy a tömegek, ugye tehát a műholdnak tömegei leegyszerűsödnek, tehát függetlenül attól, hogy milyen a testnek, a bolygónak a tömege, ez nem fogja befolyásolni a feladatunkat. Ugyanezt felírhatjuk az egyikre is, és a másik körpályán keringő bolygónak, és hogyha egy aránypárt készítünk, akkor nem nehéz észrevenni, hogy négyzetesen fordított arányosak a gyorsulások a körpályán sugaraiban. Tehát, ha behelyettesítjük ezt az arányt, ugye látható, hogy az R2-t, hogyha elosszuk R1-gyel, akkor 4-et kapunk, hogyha behelyettesítjük ide, akkor 4 a négyzeten, az valóban 16. Tehát az első kérdésünkre megkaptuk a választ. Viszont a második kérdésnél pedig ugye azt az összefüggést kell figyelemmel kísérnünk, hogy ha már ő körpályán kering, akkor ő centripetális gyorsulással kering. És a centripetális gyorsulásnak a képete, az pedig az A egyenlő V négyzet per R képettel fejezhető ki. Nos, hogyha már ezt ismerjük, akkor ismerjük a gyorsulás képletét is, amit az előbb kifejeztünk. Ki lehet, pontosabban össze lehet ugye hasonlítani ezt a képlet avval a képlettel, és kapunk egy ilyen összefüggést. Ebből a sebességet ugye nem nehéz kifejezni, ami négyzetgyök, G-szer M per R értéket kapunk, pontosabban a képletet, és akkor felírjuk mind a kettő műholdra, aránypárt készítünk, és ugye észrevesszük azt, hogy a sugarak ugye pedig négyzet gyökösen fognak aránylani a sebességhez. Tehát, hogyha 4-ből négyzetgyököt vonunk, az 2 lesz. Tehát megkapjuk a helyes választ, vagyis a 16, illetve a 2. 32-es feladatunk így hangzik. A grafikonon egy ciklus folyamat látható, ahol a gáz 80 joule munkát végzett. Határozd meg, mennyi munkát végzett izobarikus tágulása közben a gáz, joule-ban kell megadnunk, mennyi munkát végzett izokorikus hűtése közben a gáz, ezt is joule-ban kell megadnunk. Tehát látható, hogy van nekünk egy ilyen rajzunk, egy ábránk, ahol ugye az összefüggéseket szeretnénk ugye meghatározni. Tehát mivel a feladat azt mondta, hogy van nekünk egy gázunk, ami munkát végzett, 80 joule-t, akkor hogyan is látszik meg ez ezen a grafikonon? Tehát látható, hogy ez a grafikon a nyomás térfogat függését mutatja be, akkor hogyan tudjuk meghatározni a munkavégzést grafikon segítségével? Tehát a grafikon segítségével a munkavégzést nagyon egyszerű meghatározni, csak tudnunk kell a besatírozott háromszögnek ugye, a területét. Hogyha ezt meghatározzuk, akkor az lényegében a munkavégzés is lesz egyben. Nos, tehát mivel ez derékszögű háromszög, ezért nem nehéz észrevenni, hogy a derékszögű háromszögnek az alapképete, ugye, az 1/2 alapszor magasság, na most ezt lefordítva a fizika nyelvére megkapjuk, hogy mi az alap és mi a magasság, tehát ugye az alapunk lesz nekünk a térfogatos rész, a magasságunk pedig a nyomásos rész. Vagyis
4-szer P-szer 4-szer V per 1-2, ami 8-szor P-szer V értéket ad. Tehát a grafikon alapján az a munka, amit a gáz elvégzett, az nem lesz mással egyenlő, mint 8-szor P-szer V érték. Na de nem tudjuk se a nyomást, sem a térfogatot. Na de nem kell megijednünk, mert tudunk egy aránypárt készítenünk, mivel ugye itt az a kérdés, hogy izobarikus tágulás közben milyen munkát végzett. Tehát izobarikus tágulás közben ugye munkavégzés csak akkor történik, hogyha a térfogat különbség is van. És ezt ugye nem nehéz észrevenni, hogy csak az 1 és a 2 pont között lesz munkavégzés. Tehát ez lesz az izobarikus folyamat. Ez az izobarikus folyamat, az egy állandó nyomású folyamat. Tehát vettük volna ezt is, de mivel izobáráról van szó, tehát állandó nyomásról van szó, ezért ezt a szakaszt kell nekünk vennünk. És ugye akkor azon-azon a nyomáson a térfogat különbséget ugye ki tudjuk fejezni, szintén a kis négyzeteket figyelembe veszük, és megkapjuk azt, hogy 20-szor P szer V. Tehát, hogyha egy aránypárt készítünk, tehát az a munka, ami konkrétan megvan adva, elosztjuk arra munkára, amit az előbb kifejeztünk az izobarikus folyamat során, kapunk egy 2 per 5-ös összefüggést. Tehát akkor az izobarikus tágulás közben, ugye az A1-2-es szakaszt kell figyelembe vennünk, hát ebből kifejezzük, vagyis 5-ször A per 2, vagyis 5-ször 80 per 2, az ugye nem lesz más, mint 200 joule. Aztán a kettes kérdésre válasz, hogy mennyi munkát végzett izokorikus hűtése közben, tehát függetlenül attól, hogy hűtésről vagy melegítésről van szó, ha izokorikus folyamatról van szó, az izokóra állandó térfogat. Az állandó térfogaton pedig, mint látható, nincs munkavégzés. Tehát ezért a válasz ugye nulla lesz. Tehát megkaptuk a két helyes megoldást, a 200-at és a nullát. 33-as feladat. Egy zárt ballonban 60% relatív páratartalom 30 fokos hőmérsékleten. Tehát ennyi a páratartalom. Határozd meg a levegő relatív páratartalmát, miután 11 Celsius fokra lehűtötték. Aztán még a feladat ad egy táblázatot, tehát a hőmérséklet és a telített vízgőz sűrűségét adja meg nekünk. Tehát hogyha beírjuk az adatokat, tehát a hőmérsékleteket, illetve a relatív páratartalmat, illetve a táblázatból levő sűrűség összefüggéseket, először is el kell gondolkoznunk, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, ezt a feladatot. Viszonylag nagyon egyszerű ez a feladat, mert a telített vízgőz relatív páratartalmát úgy határozhatjuk meg, tehát a relatív páratartalmat, hogyha a sűrűséget az adott vízgőznek elosszuk az adott hőmérsékletű vízgőz sűrűségével, amit táblázati adat mindig. Tehát akkor az adott hőmérsékleten, ami 30 Celsius fok, megvizsgáljuk, hogy mennyi a sűrűsége. Tehát a 30 Celsius fokon lévő vízgőznek a sűrűsége 60%-os relatív páratartalom során 18 g per köbméter. És ezt a vízgőzmennyiséget lehűtötték 11 Celsius fokra. Tehát, ha 11 Celsius fokra lehűtötték, ugye látta, hogy a 11 Celsius fokon a telített vízgőznek a sűrűsége 10, és mi nagyobb sűrűséget kaptunk, tehát ez ahhoz vezet, hogy ha nagyobb sűrűsége a vízgőznek, akkor ez teljes egészében kicsapódik, vagyis 100%-os relatív páratartalom. Tehát, hogyha 10 g per köbméter ennyit tud az adott hőmérsékleten ő magába tartani ez a száraz levegő, ennél nagyobb hőmérséklet, tehát ennél nagyobb hőmérsékleten, hogyha a telített vízgőz sűrűség nagyobb, akkor már ő teljes egészében, tehát a hidege felületre kicsapódik. És mivel ugye lecsökkentették el a 11 Celsius fokra, kapjuk azt, hogy 100%-os a páratartalom. Tehát itt a helyes válasz a 100. 34-es feladat. Az áramkör szakaszához, ami 4 egyforma ellenállásból és egy voltmérőből áll, 100 volt feszültségre lett kötve. Határozd meg a feszültséget, amit a voltmérő mutat, vegyétek figyelembe, hogy a voltmérő ellenállása nagyon nagy. A feleletet voltban írt fel. Tehát felírjuk a
az adatokat, tehát a feszültség ugye 100 volt, a voltmérőnek az ellenállása az pedig a végtelenhez közeli, tehát nagyon nagy. Aztán az R1, az R2, az R3, az R4, mivel itt nincs megadva ezeknek az értékei, ezért, hogyha egy plusz rajzocskát készítünk, akkor, hogyha megjelöljük ezeknek az ellenállásoknak az értékét, akkor felírhatjuk, hogy ők egy R ellenállással egyenlők. És az a kérdés, hogy ha már ide ezt a voltmérőt bekapcsolták, akkor milyen értéket fog mutatni? Ennél a szituációs feladatnál arra kell összpontosítanunk, és a kulcsa a feladat megoldásának, hogy ha már a voltmérőnek nagyon nagy az ellenállása, akkor az áram nem fog rajta keresztül haladni, tehát az áram az mindig ott halad keresztül, ahol kicsi az ellenállás. Ahol nagy az ellenállás, ott is fog áthaladni, csak nem olyan intenzíven. Tehát, mivel nem haladt át a voltmérőn áram, ezért ugye úgy lehetne vizsgálni, hogy ez a részünk ugye nincsen. Tehát akkor kaptunk egy ellenállást, kaptunk két ellenállást, ami sorba van kötve, meg ez a két ellenállás, ami ebben az ellenállással párhuzamosan van megkötve, viszont ez az ellenállás halmaz, meg ez az ellenállás sorba van bekötve. És akkor felírhatjuk a feszültség összefüggés törvényszerűségét, mihelyest ugye tudjuk, hogy ha erre a két pontra ugye 100 voltnyi feszültség van kapcsolva, akkor az a feszültséges és az első ellenálláson, meg a négyes ellenálláson feszültséges és annak az összege kell, hogy adja. Aztán egy összefüggést hozunk létre, miszerint ugye az áramerősség ezen az ellenálláson egyforma, mint ezen az egész összellenálláson keresztül. Tehát felírhatjuk Ohm törvényét az adott szakaszra, hogy U1 törve R1-jel egyenlő U4 törve R2-től 4-ig. Ugye, és ebből következik ez az összefüggés, hogy az U1 úgy aránylik az U4-hez, mint az R1 törve az R2-től 4-ig. Megjegyzem, hogy az R2-től 4-ig ez azt jelenti, hogy a 2-es, 3-as és a 4-es ellenállások összellenállását értjük ez alatt. Nos, tehát akkor, mivel egyformák az ellenállások, akkor itt a két ellenállás összellenállása lesz. 2R, 2R-nek meg az 1R-nek az összellenállása, mivel párhuzamosan vannak bekötve, kiszámítható, és ugye megkapjuk, hogy 2R per 3, vagyis 3/2. Tehát megkaptunk egy olyan összefüggést, ami a feszültség összefüggése, ami 3/2 arányjal kifejezhető. Tehát az U4-es feszültség, ami itt található, az nem lesz mással egyenlő, mint 2/3 szorozva U1 feszültséggel. Tehát ebből következik, hogy ha ebbe a képletbe beírjuk az U1-et meghagyván, az U4-et feszültséget beírván ebben az összefüggéssel, akkor kapunk egy egyszerűsítést, vagyis az összfeszültség hogyan van összefüggéssel az U1-es feszültséggel. Vagyis U egyenlő 5/3 szorozva U1-jel. Tehát akkor az U1-et ki tudjuk fejezni, ami 3/5-ször U, vagyis az a 60 volt lesz, és akkor az U4 az pedig a 40 volt lesz. Tehát 100-ból mínusz 60 az 40 volt. Aztán, mivel a voltmérő a 2-es és a 3-as ellenálláshoz van kapcsolva, ezért a voltmérő csak azt fogja mérni, ami az 1-es ellenálláson, meg a 2-es ellenálláson esik. Tehát az U4 az egyenlő lesz az U2 plusz U3 feszültsége, vagyis a kétszeres U2-vel. Az U2 egyenlő az U4 per 2-es értékkel, vagyis 20-szal. Tehát ez azt is jelenti, hogy a feszültség az U2 nem lesz mással egyenlő, mint 20 volt, és tudjuk már a feszültséget az 1-es ellenálláson, ami 60 volt. Tehát 60 plusz 20 az 80 volt. Tehát megkaptuk a megoldást, ami 80. Következő feladatunk így hangzik. A matematika inga az egyensúly állapotából 0,1 radián szögre lett kitérítve, majd elengedték.
Mennyi utat tesz meg a rákötött súly 5,5 szekundum alatt? Az inga hossz 1 méter, és figyelembe vesszük, hogy a G-nek az értéke 10 méter per négyzetszekundum, a P négyzet az pedig 10. Tehát itt is felírjuk a szirendszerbeli fizikai mennyiségeket, ugye itt nem kell semmit átalakítanunk, mert minden ugye megvan szirendszerben adva. Ami nagyon fontos, hogy ugye kitérítették valamilyen szögben, tehát radiánban van megadva és nem szögben, tehát ez a hosszúság lényegében a 0,1 radián fokos értéke. Aztán mivel azt kérdezi a feladat, hogy mennyi utat tesz meg ez a kis test, tehát ez a kis golya, lényegében azt kell megtudnunk, hogy még ebből a pontból elmegy idáig, az egy félperiódusnyi idő, meg visszamegy a kezdeti pontba, az még egy félperiódusnyi idő, hogy egy periódusnyi idő alatt mennyi utat tesz meg. Nos, tehát akkor tudjuk azt, hogy a periódus képete ennek a matematikai ingának 2-ször pi négyzetgyök L per G képettel kifejezhető. Aztán tudjuk a másik oldalról, hogy egy periódus idő lényegében kifejezhető 4-szer alfa szor L hossza, és tudjuk azt is, hogy a darabszám, ugye, tehát amely teljes lengést végez, az az idő és a periódus hányada, akkor ki lehet fejezni az utat. Tehát az út, amit bejár ez a fizikai test, az nem lesz mással egyenlő, mint S egyenlő 4-szer alfa szor L szél kis t per nagy t. Mivel itt az idő is van megadva, tehát nem az kérdi, hogy 1 másodperc alatt mennyi utat tesz meg, hanem ennyi idő alatt mennyi utat tesz meg. Nos, onnan kifejezzük a t-t, vagyis a periódus időt, aztán ismervén a matematikánkának a periódus idejét, behelyettesítvén az adatokba, megkapjuk a végeredményünket, ami nem lesz más, mint 1,1. Vagyis 1,1 méter tesz meg 5,5 szekundum elteltével. Következő feladatunk így hangzik. Az elektromos áramforráshoz csökkentő transzformátort kötöttek, melynek transzformátori együtthatója 5 amper. A szekunder tekercs belső ellenállása 0,4 ohm, a hasznos terhelésnek az ellenállása 4 ohm. Határozd meg a hálózat feszültségét, amihez a hozzá kötötték a transzformátort, hogyha a terhelésen a feszültség 40 volt. A primer tekercs ellenállása elhanyagolható. A megoldást voltban írt fel. Tehát felírjuk az adatokat. Tehát a K-nak az értéke, tehát a transzformátor együttható, mivel annak nincsen mértékegysége, ennek csak az 5 lesz. Aztán van nekünk egy belső ellenállás értékünk, ami 0,4 ohm, aztán egy külső ellenállásunk, ami rá van kötve a transzformátor szekunder tekercsére, ez 4 ohm, illetve van még nekünk egy terhelési feszültség, amit az ellenálláson mértek, ami szintén megvan adva, 40 volt. Visszaemlékszünk a transzformátor képletére, tehát a transzformátor együttható az lényegében egy arányt ad, ami az elektromotoros erejük, tehát a primer és a szekunder tekercs elektromotoros erejét kapcsolja össze. Mivel a primer tekercsnél ugye azt mondta a feladat, hogy ellenállása elhanyagolható, ezért mondhatjuk azt, hogy a primer tekercs elektromotoros ereje majdnem egybeesik avval a feszültséggel, amihez hozzá kapcsolták. Ebből következik az is, hogy akkor az a feszültség egyenlő a K szor Y2-vel. Aztán nem felejtsük el, hogy mivel a transzformátor ugye az tekercsek halmaza, tehát csak nincsenek összekötve egymással, hanem vasmagon keresztül vannak összekötve egymással, ezért itt érvényes az ohm törvénye a teljes áramkörre. Vagyis az áramerősség ugye egyenlő az elektromotoros erő törve a belső ellenállás és a külső ellenállásának az összegével. Ebből következik az is, hogy akkor lehet itt az ohm törvényét felírva, ugye felírhatjuk azt az áramerősséget, amit lényegében mértek is a szekunder tekercsen. És hogyha felírjuk ezt az összefüggést, ugye akkor meg lehet határozni az Y2-t, vagyis a
az elektromotoros erejét a szekunder tekercsnek. Tehát, hogyha felírjuk, és kivisszük belőle, most leosztjuk a belső ellenállással, megkapjuk ezt az összefüggést, és akkor nem maradt más hátra, mint azt a feszültséget, amit keresünk, ugye, abba a képletbe behelyettesítjük azt a képlet, amit megkaptunk. Tehát U1 egyenlő K-szor UC, tehát az UC az a feszültség, amit a szekundér tekercsen mértek, pontosabban azon a terhelő ellenálláson, és ugye megszorozzuk az 1 plusz külső ellenállást törve belső ellenállás hányadával, és megkapjuk a megoldást, ami 220. Tehát 220 volt lesz a feszültség, amire rákapcsolták ezt a transformátort. Köszönöm a figyelmet, ezeket a feladatokat csak akkor tudjátok még jobban elmélyíteni a tudatotokban, hogyha még egyszer átveszitek önállóan, és akkor biztos, hogy megmaradnak a képetek bennetek, és hogyha megmaradnak, akkor sikeresen le tudjátok majd tenni a független tesztelést fizikából. Viszontlátásra! Thank you.